Életkorom miatt nem választhattam. A másik egy divat bemutató szerűség volt, amiről nem is tudom pontosan, én nem érdeklődtem annyira utána, mert a szóba se került, nem vagyok az a divatimádó, divatrajongó, és hát lány se vagyok, hogy azt válasszam. Ez tűnt a legizgalmasabbnak, legnagyobb kalandnak, hogy erre esett a választásom. Remélem, jól választottam, utólag se bánom meg talán. Mit is lesz az osztálytársaidnak? Azt olyan, hogy annyira nem kell irigyelni, mert még akár rosszul is lehetek. De csak nem lesz ilyen probléma. És jó tanulást! Csak olyat fogunk csinálni, ami jól esik. Nagyon finoman, lágyan, hiszen még egy gyakorlott irodának is nehéz elviselni az, ha más valaki repül. Ha valaki saját magának csinálja a repülést, akkor tudja, hogy mi következik, tudja, mire számítson, tehát könnyebb elviselni. Utasként ez nehezebb, ezt én tudom, és emiatt minden utasnak ez testre van szabva. És egyéni válogatja, hogy ki mit lehet csinálni. Van, akivel csak egy-két dolgot, egy-két bukfenc, egy-két orsom elé, van, aki aztán mindent akar, kivéve mindenki akar próbálni, tehát teljesen egyéni válogatja. Ezt majd a levegőbe döntjük el. Egymásra tudunk beszélgetni, én mondom mindig, hogy mit csinálunk, mire számítson, hova nézzen, és attól függően, hogy reagál, hogy hogy viselkedik, meg hogy mennyire tetszik vagy nem, tudunk belemelegedni jobban és jobban, remélhetőleg minden jobban, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mennyire jutunk el. Aki jön lesz? Akkor nagyszerű, mert meg lesz, mindez van. Az nagyszerű, mert ha tudok repülni, akkor nekem is könnyebbség. Élvezetes kis repülés lesz. Akkor nagyszerű. A kapura. Minden jót, Dániel, sok sikert. És hogy kell beszállnom? Mindjárt mutatom.